Papucsban vívott és mindenkivel fotózkodott Szilágyi Áron, olimpiai bajnok kardozó a Sziget Fesztiválon. Sokakkal beszélgetett és szurkolói képeslapot is küldött a még Londonban lévő olimpikonoknak. Azt mondta, hogy a fiatal döntőbe jutott kajakosnőnek, Kozák Danutának drukkol leginkább. Olimpiai sportágak a Sziget Fesztiválon. Lehet focizni, kosárlabdázni, röplabdázni is az olimpiai sátorban. De aki nem bír futni a nagy melegben, kivetítő nézheti az olimpiát, vagy akár videójátékon játszhatja le a nagy versenyeket. Szilágyi Áron olimpiai bajnokkal sokan készítettek közös fotót, és nagy tapssal fogadták a fesztiválozók. Volt már korábban is a Szigeten, azt mondta, néhány éve nagyon szeretett fesztiválokra járni. A vadabb zene, talán a rockosabb műfaj állt közel a szívemhez, ez azóta azért megváltozott, tehát most már egy picit lenyugodtam. Szilágyi Áron most az ELTE nemzetközi tanulmányok szakára jár, így nem okozott neki gondot, hogy a külföldi nézők miatt angolul is beszéljen. A színpadon a mikrofont használva kardnak, papucsban bemutatott néhány vívó mozdulatot is. A posta teraszon fényképet készítettek róla, amiből pillanatok alatt képes lap lett, amit aztán fel is adott a még kint lévő olimpikonoknak. Szilágyi Áron egy fiatal kajakos nőnek drukkol leginkább. Kozák Danutát mondanám neki. Neki valamiért én szívből szurkolok, hiszen már nagyon régóta ott van, és nagyon megérdemli azt, hogy egyesben induljon. Szilágyi Áron minden magyar érdekeltségű versenyt megnéz. Eddig az összes aranyat láttam, otthon tudtam örülni Berki Krisztiánnak is, és Pars Krisztiánnak is, Gyurta Danit még kint láttam élőben, és hát remélem, hogy a további aranyakat is, mert nagyon bízom benne, hogy lesz még. Az olimpiai bajnok után többen is készítettek egyedi szurkolói képeslapot. Vízilabdás fiúknak szurkolok, és nagyon érdekel minket az olimpia. Igazi fanok vagyunk, és amióta kimegyünk a Szigeten, keresünk egy helyet, ahol igazából élvezhetjük ezt az egészet. A Magyar Posta együttműködést kötött a Magyar Olimpiai Bizottsággal, így most bárki készíthet magáról képeslapot a Szigeten, és szerezhet autogramot a kedvenc olimpikonjától. Megcímzik kedvenc magyar olimpiai résztvevőjüknek, ezt a szakági szövetségek segítségével eljuttatjuk a címzetteknek, ők aláírják, dedikálják, és visszajuttatjuk majd az olimpia végén a feladóhoz. Ma van a Sziget 0. napja, hivatalosan holnaptól kezdődik a fesztivál, és hétfő reggelig tart.